akik szívesen beszélnek állandóan mindenről erkölcsi magaslatokban, hogy itt egy nagyon komoly az európai kultúrát, a keresztény európai kultúrát érintő alapkérdésről van szó, arról nevezetesen, hogy a besugás az a legnagyobb bűn ebben a kultúrában. Ezt mindenkinek tudomásul kéne venni, és ebből kellene kiindulnunk, tehát ezt a dolgot kellene egyszer és mindenkorra, ha tetszik, igen, valamifajta katarzissal tudomásul vennünk, és mindent elkövetnünk annak érdekében, hogy ez a dolog egyszer és mindenkorra rendeződjön. Olvassák el, vagy nyilván olvasták a Dante isteni színjátékát. A Dante a legmélyebb bugyorba helyezi a három paradigmatikus árulót, tehát a dísz a sátán lábához helyezi őket, Cassius, Brutus és Júdást. Ez azt jelenti, hogy már a középkorban teljesen világos volt a keresztény Európa számára, hogy ez a legnagyobb bűn. Arról van szó, hogyha ezek az emberek előálltak volna, és azt mondták volna, hogy elnézést kérek, bocsánatot kérek, akkor szerintem ez egész dolog nem lenne most már ennyire aktuális. Ez a dolog egyszer és mindenkorra már rögtön a rendszerváltás környékén aktualitását kellett volna, hogy veszítse. És igenis a politikai osztály a bűnös abban, hogy erre a dologra nem került sor. Én azt gondolom, hogy most egy kicsit följebb kéne emelni a szívünket, és egy kicsit komolyabban venni ezt a dolgot, és nem kellene állandóan napi politikai aktualitásokba, mocsarába bele nyomni ezt az egész dolgot, és valóban erről a dologról kellene most már egyszer és mindenkorra nekünk beszélni, és ezt a dolgot tisztába tenni. Köszönöm.